Februárban rendeztek egy felkészülési versenyt a Tüskeúszodában, amelyen Veres Laura legyőzte Kései Ajnát és Hosszú Katinkát is. Ez egy szenzációs eredmény még akkor is, hogyha csak felkészülési verseny volt, és remek visszajelzés a fiatal gyulai versenyzőnek, Tóth András tanítványának, hogy jó úton jár a felkészülése, és óriási tehetségnek számít. Korábban pillangóúszó volt, inkább most már talán a 200 gyors a főszáma, de hát ez még azért alakulhat. Az első 50 alapján Hosszú Katinka és Veres Laura között csak 8 század másodperc különbség van, Fábián Fanni a harmadik, de amilyen napja van ma Hosszú Katinkának, elég jól versenyez egyébként, és úgy látszik, hogy azért így az OB negyedik napjára összeállt az a versenytempó, amit Hosszú Katinka talán saját magától is elvár. A hármason tehát Hosszú Katinka, és most már egy picit talán előtte Veres, Fábián Fanni pedig szintén ott van a legjobb háromban, és még Gyurinovics Fannira is érdemes odafigyelnünk ott fönt a hetes pályán. Fél távnál járunk, 58-84-es részidővel, most már Veres Laura az első helyen, Hosszú Katinka és Fábián Fanni a második és a harmadik helyen. Ha Hosszú Katinka nem akar kikapni, akkor most bele kell erősítenie, de Veres Laura is kiváló formában. Decemberben Kései Ajna, Veres Laura, Fábián Fanni volt a sorrend. Most Kései Ajna távol létében Veres Laura akár meg is nyerheti ezt a számot. És Veres Laura vezet is a négyes pályán. Most már egy testhossz az előnye Hosszú Katinkához képest, és úgy látom, hogy Fábián Fanni is megelőztek Hosszút, akinek azért ne felejtsük el, ez a harmadik száma. Veres, Fábián és Verrasztó Evelin a harmadik helyen, tehát ő is bejött most már Hosszú Katinka elé. Verrasztó Evelin is beleerősít, és ő is szeretne még itt az OB végén egy jó eredményt elérni, egy dobogós helyezést elérni. Veres Laura vezet, de most már egy testhosszal, akkor amikor 25 méter van csak hátra a versenyből. 15 évesen felnőtt országos bajnok lehet Veres Laura 200 méter gyorsan, úgy, hogy ott van a medencében Verrasztó Evelin, Gyurinovics Fanni és Hosszú Katinka is. Veres Laura az országos bajnok 1:59.60-as idővel, Verrasztó Evelin a második, Fábián Fanni a harmadik, és Hosszú Katinka végül az ötödik helyen ért célba 2:02.21-es időeredménnyel.